A déd nagyapámtól örököltem ezt a szőlőskertet, itt a falu szélén. Sokáig nem művelte senki, se a szüleim, se a nagyszüleim. Gondoltam, megnézem, mit találok itt, bár nem tervezek sok időt vagy energiát fektetni a szőlő művelésébe. Gyümölcsfán és pár hosszú sor szőlőn kívül nincs is más. Csak egy régi öreg fészer. A fészer még nem dőlt össze? Hát, még nem. A kabátjában az az érdekes, hogy találtam egy fényképet. Nem tudod, hogy ez kicsoda? Ez az én anyukám. Hozd csak ide azt az albumot. Nemrég nézegettem. Nézd ide. Mindjárt az első oldalon. Tényleg? Látod? Uh-huh. Ugyanaz a fénykép. Ez hogy került abba a kabát zsebbe? Nem tudom. És akkor van itt még valami. Nézd meg, és itt van megint ő, az anyukám, és ez az apukám volt, házaspárok, és ő az, a te déd nagypapád volt. És itt van a déd nagymamád időskorában. Akkor már nagyon beteg volt. És itt ezek meg a testvéreim. És ki ez a katona? Őt úgy hívták, hogy Hans. Ő bejárt a családhoz a II. Világháború alatt, amikor itt állomásoztak a német katonák, a németek. És sok családhoz bejártak német katonák, mert örültek neki, hogy itt a német ajkú lakossággal tudtak beszélgetni. Ő is mindig bejött, így mesélt az anyukám, hogy mindig bejött hozzánk esténként, és itt beszélgetett az apukámmal, akivel jól megértették egymást. Aztán egy napon már nem jött többet, mert áthelyezték egy másik hadszíntére, legalábbis anyukám ezt mondta.
guten Tag, Frau Steiner. Guten Tag. Wo eilen Sie hin? Ich bringe frische Blumen in die Kirche zu der Kollegin. Sehr schöne Blumen. Wie Ihre Augen. Ich muss gehen. Bis bald, Frau Steiner. Guten Tag, Frau Steiner. Guten Tag, Herr Soldat. Wie geht's? Ganz gut. Ich gehe bald. Ja, und ich wollte Sie sehen. Ich kann nur an Sie denken, Tag und Nacht. Lassen Sie das, Herr Soldat. Hans. Hans. Nein, das dürfen wir nicht. Gehen Sie. Morgen marschiert unser Regiment weiter. Ich bin hier zur Verabschiedung. Wahrscheinlich werden wir uns nie mehr sehen. Kir, nimm das und vergesse mich nie. Ich werde ihn umbringen, wenn ich ihn nochmal sehe.